Ja, ez az item egyébként az elvesztette nekünk a menetecset, amit soha többé nem fogom felvenni. Ez halál komoly. Adtam neki most egy esélyt, láttátok? Láttátok? Adtam neki egy esélyt. Felkerült a listámra, vagy hát visszakerült igazából. Visszakerült a listára, amikre soha többet nem nézek rá. Még csak rá se pillantok azokra a tárgyakra, chat. Még csak meg se fontolom. Elég jó lenne a more options. Megölöm most a boss, mert fel van töltve a kockánk. És hogyha mondjuk még a reroll után is szar az item, akkor talán fel tudjuk tölteni még egyszer. Ez egy champion, hogyha valószínűleg megkapja a kártyámat. Valószínűleg kiérdemelte. Kiérdemelte a kártyát, mert különben nem fogok átjutni a légy hálózatán konkrétan. A légy kereskedelmén nem fogok átjutni alap DPS-emmel. Itt eskü lehet meghalnék amúgy Jokoflies-ba, hogyha nem lenne a kártya nálunk. A szubban vannak olyan emberek, akik megsebződnek Jokoflies-ba, azt mondjuk vágjátok chat. Léteznek olyan játékosok. Ez egy champion Jokoflies alap lost DPS-sel. Én nem is tudtam, hogy first shot in a while is always a double shot. Én ezt felveszem. Kategória. Mind a kettő O kategória volt. Ezzel megpróbálom kihozni ezt a tárgyat innen. Nem tudom, hogy sikerülni fogja. Mondjuk a Gemini az eléggé sokat fog szerintem segíteni. De 0,7 damage az egészen decent. Menjünk a bossra. Ez volt a arénában is. Ez volt az aréna jellegű megmozdulás is. Ott sikerült Nohitbe, akkor nyilvánvalóan itt is kell. Nyilvánvalóan itt is meg kell történnie. Hello. Hello. Ennyi volt a gameplay ezen a szinten, chat. Boom, friend. De ő nem bumbó. Ő nem bumbó, sajnos. Bumbót elfogadnám. Bumbó az nagyon jó. Miért van ennyi boss? Miért van ennyi boss aréna egyébként így? Nem csak ebben a ránban, az előzőben is. Nem szokott ilyen sok lenni szerintem. Ebben lehet meghalok. Nem mondom, hogy ezt túléljük feltétlen chat. Próbáljuk nem elveszteni a pajzsunkat itt az első bossnál, mert ki tudja, mi lesz még a második. Ki tudja, hogy a második az még mi lesz vajon. Oké, első megvan a hitbe. Oh fuck. Jó, hogy megvan még a pajzsunk. Nagyon. Nagyon-nagyon jó, hogy megvan még a pajzsunk, mert ez egy szemétláda. Ez egy aktív, professzionális szemétláda. Akit nem szeretek. Lehetne minden boss olyan, mint Monstro. Nem chat? Egy Red Key. Ez szerintem az első Red Key, amit csak így random találok. Az első Red Key-em. Creates a new room adjacent to viable wall indicated by a door outline of a door. Rooms can be special rooms. Ami mondjuk ugye nerfelve lett ebben az az, hogyha találunk olyan super secret roomot, az nem ad angyal itemeket. Mindbirdék mindig, amikor kóposztunk és találtunk egy Red Key-t, akkor ilyen matematikai számítások mentek, hogy melyik irányban lehet még fizikailag lehetségesen a szuper titkos szoba, meg ilyenek, de milyenekkel nem fogunk foglalkozni, hanem benyomom itt. Mert meghalok. Lehet meghalunk a Red Key szobájában. Láttunk egy... Ó, megvan. Ó, megtaláltam. megtaláltam, cseh. Itt van. Ez aktiválódni fog? Az elég nagy szerencsé, random megtaláltuk. Egy szinten egy ilyen szuper titkos szoba van egyébként, chat. Azt hiszem mindig aktiválódni fog. Igen, ja. Ez egy újabb damage up. 4 damage up egymás után. Nem tudom, hogy inkább új helyeken belekezdeni éri meg jobban, vagy folytatni egy ágat. Mondjuk arra vigyázzunk el, hogy ne kerüljünk error roomba. Hányszor hányas a map? 13x 13-as? 1, 2, 3, 4. Mondjuk nem tudom, hogy meddig tart pontosan, honnan kell számolni. Tehát próbáljunk nem error roomba kerülni. De ez még biztos nem az. Szerintem itt mehetünk egy darabig, amíg elérkezünk a mapnak a szélére. 13, de honnan számítva? Mint hogy számolva a 13? Jóljuk meg a boss-t! Kis szerencsével kapunk egy angyal itemet. Kis apró szerencsével kapunk egy angyal itemet. És hát hogy kell unlockolni a tárgyat? Amivel bemehetsz abba arra a szintre, ahol ott van a játék összes iteme. Ezek közül, a tárgyak közül van egy, ami nem annyira hasznos nekünk, mint a másik.
Nem tudom, hogy ki annyira szemfüles, hogy ki tudja a kérdésre a választ. Ezek közül az itemek közül van egy, ami kevésbé hasznos nekünk, mint a másik. Az aura ez valószínűleg nagyon sokat fog nekünk segíteni. Az angyalt meg kéne próbálni. Az a bajom ezzel a szobával, hogy nagyon sok a kék tűz benne. Ez nekem a fő problémám, hogy ezekben nagyon könnyen bele fogok menni, meg be fog szorítani a sarkakba az angyal. Ez az egyik fő problémám, de igen, ezt megpróbáljuk. A legrosszabb, ami történhet, csak hogy meghalunk. A legrosszabb, ami történhet, hogy egy videójátékban meghalunk. Ami így kimondva azért nem egy durva dolog. Gondolj bele, chat. Jaj, ne, meghaltam egy videójátékban, ahol bármennyiszer el lehet kezdeni újra a játékot. És a további irányaimat semmilyen negatív módon nem érinti az, hogy meghaltam. Írd be egy egyes, ha kicsikét nagyobb DPS-re számítanál 4 damage után. Mit csinál az angyal most szerinted? Mert én igen. Nem vagyok annyira boldog a DPS-ünkkel. Egymás után 4 damage up itemet kaptam, és... Hát azért haladhatnék gyorsabban az angyallal. Instakillelhettem volna például. Például megölhettem volna instant. Ezt újra tudjuk sorsolni még, hogyha akarjuk, mert ott van a Cursed Roomban a kocka. Mit adna ez? Az a baj, szerintem range-et. Az range-et adna nekünk szerintem. Nem vagyok benne biztos, mert nehéz megítélni, de szerintem azt. De meg újra sorsolom, akkor meg valami HP up lesz belőle, érted? Milyen a range-ünk? Yeah, range-et. Nem, fire rate-et kaptunk. Okidoki, kell még a kés. Okay. Nem olyan vészes. Főleg, hogyha az embernek 4 damage up item-e van. Akkor főleg nem annyira vészes. Azért ott a végén munkás szeltem egy pillanatra. Egy speed up. I guess ingyen van. Ez ott egy káosz kártya? Az egy káosz kártya, chat. Nem, ez egy ancient trigger. Megint megtaláltam. Megint kinyitottam egyet, és itt van mellett. Mondjuk egyre rosszabbakat kapunk. If the player has no bombs, one can be placed at the cost of half a heart. Ez azt jelenti, hogy ha éppen nem lenne bombám, és rányomnék a bombára, akkor meghalnék? Az megölne engem. Ezt fel sem veszem, ez csak hátrány. A HP-ot nem kapjuk meg, a heal-t nem kapjuk meg. A bomb sleeve red creep az lenne az egyetlen. Nem. Meg kéne nézni az arénát, mert nem is jártam még benne. A sima aréna, tehát nem lesz benne item, de hogyha mondjuk lenne benne egy adag aranyláda vagy kőláda, akkor valószínűleg megcsinálnám. Egy darab sima ládáért viszont nem. Egy darab sima ládáért nem fogom kockáztatni az életem. Nem nehezek a sima arénák. I guess ez megtörtént. I guess ez megtörtént. Ez egy nagyon-nagyon érdekes. Run is lehet. Nem, pont hogy egy nagyon unalmas run is lehet. De egy, oké, ha megkapom a kombót, én leafkolom a mother-t. Meg mindent addig. Én előre szólok chat. Ha kapunk valamit emellé, innentől olyan itemet keresünk, én leafkolok mindent. A világon leafkolok minden dolgot. Az összes boss, összes mindent. Hát most még ezt nem tudom leafkolni például, és alap DPS-sel kell megölnünk, ami miatt nem vagyok boldog. Tehát ugye az, hogy megkaptuk a levelet első szintre, az azt is jelenti, hogy nem kaptunk statapot. Tehát full alap mindenséggel. Meg nem kaptunk semmit, ami olyan volt, mintha üres lenne az item szobánk. Erre a boss fightra tekintve. Tehát teljesen alap. Alap mindenséggel kell megölni ezt most, és ez pont nem a legkellemesebb boss így az első boss szobában. Ha elveszik a pajzsom, akkor elhasználom az egyetlen bombámat rájuk. Alapból nem akarnám, mert később az még jó lehet. És most már nem is fogom szerintem semmiféleképpen, de hogyha mondjuk hamarabb elvesztettük volna a pajzsunkat, akkor elnyomtam volna, ott majdnem elvesztettem a pajzsomat. Abban lehetett volna baleset. Let's go! Megkaptuk a másik új itemet. Előző rámban is volt a három új item közül egy nálunk, és most is van egy nálunk, egy másik. Ez is valami damage meg, azt hiszem range up volt. Damage meg valami. Így halad tovább, akkor... Akkor, ha most egy kulcsot sem kapok, akkor nem tudok lemenni a Mother-höz. Ott. Azzal fog minket szabotálni a játék. Ez lesz a szabotálás. Nem lesz egy darab kulcsunk se, és nem fog tudni lemenni a Mother-höz. Egész játékban még nem volt nálam egy darab kulcs se egyébként, tehát még csak elrakni sem tudtam volna idáig. Gondolj vele. Én azt hiszem volt Dominak, azt mondta, hogy belépett a játékba, egész első szinten meg a másodikon nem volt kulcs, nem tudott lemenni Mother-höz, és kilépett a játékból.
ez utolsó esélyünk. Nem tudunk lemenni. Konkrétan szabotával lettünk, chat. Konkrétan, és most nem alap DPS-ünk van. Konkrétan az első kettő szinten nem volt kulcs. És emiatt nem tudok levenni a Mother-höz. Ja, a boss még I guess droppolhat. Meg van még egy újra sorsolásunk is, hogyha nem az droppol. Ha bármit dob, ami nem ad kulcsot, akkor megy a space. Mert hogyha nem kapjuk meg a kulcsot, akkor megy a következő menet, mert olyan menetet nem játszok le, ahol nem tudunk semmit elérni már. Nekem csak a Mother kell. De akkor el lett igazából pazarolva a levelünk, amit kaptunk. Ami nagyon szomorú lesz. És ez olyan dolog, amiről semmit nem tudok tenni egyébként. Tehát ez abszolút semmit nem tudtam tenni ez ellen. Mint ahogy mondtam, elrakni sem tudtam a kulcsomat későbbre, most arra. Mert az egész játékban nem volt még nálunk kulcs. Az egész game alatt nem volt még kulcsunk. Tehát fokozottan szomorú vagyok. Igen, csak fokozottan szomorú. Ez egy HP jobb. Én sem olyan láttam egyébként boronán. Ez pénz, de a boltba sem tudunk bemenni, az a baj, kulcs nélkül. És ha lenne egy kulcsom, hogy bemenjek a boltba, akkor nem létezne a problémák. Akkor pillanatnyi problémák nem létezne akkor. Devil Roomba csak vörös láda lehet. Devil Roomba vörös láda lehet csak. Azon gondolkodom, bemegyünk, mert ha nem, nincs kulcsom, akkor úgyis csak újraindítom a menetet. Melyik ad nekem kulcsot, azt mondjátok, chat? Én értem, hogy quality 4 item meg minden, de azt mondjátok, melyik ad nekem kulcsot. Egyik sem. Ja, Dead Cat is lenne. A szabotával lettünk, chat. Lehet beadolok magamnak egy kulcsot konzolra. Gondolj vele, chat, hogy emiatt nem tudunk lemenni. Lehet csak beadolok. Adj kulcs. Írd be egy egyeset, ha be kéne adolnunk egy kulcsot. Hogy le tudjak menni a Mother-höz. Mert konkrétan az egész game-ben nem kaptunk egyet se. Konkrétan az egész game alatt nem kaptunk egyetlen kulcsot se. És teljesen önhibámon kívül nem tudok lemenni. Mert a játék maga nem teljesítette a követelményét annak a lemenésnek. Tehát az esélyt sem kaptam meg. Még csak az esélyt sem kaptam meg, hogy lemenjek. Nekem van konzolom? Nekem nincs is konzolom. Nem is tudom, hogy kell konzolozni, chat. Nekem nincs is konzolom szerintem. Nem is tudok addolni. Nem is tudok addolni, chat. Nyomok minden gombot, ami lehetne a konzol, de nincsen szerintem. Nem tudunk sacrifice-olni a 9 életemmel, chat? Nem tudunk a 9 életemmel sacrifice-olni? Az nem számít olyankor? Nem dob kulcsot egyébként, tehát ez sem ment meg minket. Ez sem ment meg minket. A random láda. A random láda. 50% chance for egy random chest. Ez dobhat egy alapládát, ami adhat nekünk kulcsot. Abban nincs kulcs. ebben nincsen kulcs. A titkos szobában lehet kulcs. Bomba. Hogy tudunk a bombával vajon szerezni kulcsot? Bonyolódik a történet, chat. Bonyolódik a történet. Hogy lesz bombából kulcsunk? Super secret? Super secretben nem hiszem, hogy van kulcs nagyon. Item roomba menjünk be. Használjuk az egyik bombánkat arra. Azt mondjátok? Biztos megérős? Jó, boltba biztos nem tudunk bevenni robbantással, mert hát ez biztos. Jó, oké, menjünk. Legyen, elhasználom már az egyik bombámat. Ezt mondjuk nem akarom felvenni. Ez quality 4 mióta is, miért? Mondjuk ez végtelen mennyiségű bomba. Fel kell vennem, az a baj. Ezt itt hagytam volna most alapból. Ezt esküszöm neked, itt hagytam volna. De ez végtelen mennyiségű bomba, és azzal meg tudom keresni a másik titkos szobát. Amivel nem tudom, hogy lehet-e kulcs. Nem biztos, hogy lehet benne kulcs egyébként. Még itt sincs semmi a fasz. Keressünk crawl space-t. Lehet keresek crawl space-t. Ez dobhat kulcsot. Ez dobni fog kulcsot, chat. Ez adni fog. Meg fogja tenni, chat. Az nem egy kulcs. Full mindbird, ha tudnád... Full mindbird, ha tudnád, mind mentünk keresztül éppen. Ha tudnád, hogy mind mentünk éppen keresztül. Actually tovább tudunk menni, chat. Mekkora csavarokon kellett átmenni. Milyen hullámvasúton kellett végigutazni, hogy megkapjuk ezt a kulcsot és le tudjak menni. Úgy volt, hogy nem kaptam eddig egyetlen kulcsot se. És nem tudtam volna lemenni a Mother-höz. Úgyhogy... bementem az ördög szobába. Kaptam egy 9 lives-ot onnan.
az a 9 életemet elkezdtem a Sacrifice Roomba feláldozni. Nem kaptam, a ládából egy vörös ládát kaptam, ami trollbombákat adott, ami kirobbantotta a koponyákat. A koponya az mindegy igazából, kirobbantotta a titkos szobát, ami ott volt a Sacrifice Room mellett. A titkos szobában volt 2 darab bomba, amivel tovább tudtam robbantani magam az item szobába, amiben volt egy Dr. Fetus, amivel meg tudtam találni a szuper titkos szobát, amiben volt a gép, amivel játszottam és dobott egy kulcsot, amikor felrobbant. És ezért tudunk lemenni a Mother Hush-t. Ezért tudunk lemenni a Mother Hush-t.